Sziasztok! Fucsi Peti vagyok, ez itt a Filmes, és ma a Pókember irány a Pókverzum című filmmel fogunk foglalkozni. A nevem Peter Parker, a többit pedig úgy is tudjátok. Megmentettem a várost, jött a szerelem, aztán újra megmentettem a várost, aztán újra, meg újra. Kiadtam képregényt, műzlit, karácsonyi zenét, és egy kicsit bénanyalókát. De most nem rólam van szó. Már nem. Ez most annyiban különleges, hogy ez egy animációs film. És azon belül is, hogy animációs film, egy nagyon különleges technikával létrehozott animációs film, ugyanis olyasmi, mint egy megelevenedett képregény a filmvásznon. Tehát egyszerre kettődimenziós és háromdimenziós. A szereplők ugyan a térben mozognak, teljesen 3D-ben, de mégis egy kicsit ilyen lapos, ilyen ceruzarajszerű az egész. Film az arról szól, hogy Miles Morales, aki teljesen hasonló figura, mint Peter Parker, megcsípi egy radioaktív pók, aztán kiderül az egészben, hogy ő egy alternatív dimenzióban van, és hogy van egy rakásfajta pókember. Azért is irány a Pókverzum a címe, mert ez alternatív dimenziókról szól a film, és a filmben láthatunk 5 vagy 6 féle pókembert. És ennek egy alternatív változata Miles Morales a főszereplő. És hát a film egyik legnagyobb erőssége a megvalósítás. Elképesztően jól néz ki. Mindenképp, aki egy kicsit fogékony az animációs filmekre, és szeret ilyeneket moziban megnézni, azoknak mindenképp ajánlom, mert nagyon egyedi, talán, hát nem is tudom, hogy láttunk-e ilyet esetleg számítógépes játékokban, de egy 2 órás egész estés mozifilmben nem nagyon hiszem. A filmben láthatunk olyanokat, hogy ahogy gondolkodik a főhős, a feje fölött megjelennek ezek a képregény kocka feliratok, akkor, hogyha mit tudom, valamit neki ütnek valaminek, vagy valami zajforrás van, akkor kiírják, hogy tweep, vagy csat, vagy ilyesmi, amik a képregényekben szokásos hangeffektek. És nagyon sziporkázó film, nagyon sodró, nagyon pörgő, és ugyan ez is egy eredet történet, ahogy mind a 156. képregényfilm, ami eredet történet, viszont ezt jól tudja magáról a film, és folyamatosan paródiát, vagy folyamatosan kiszól ebből az egész eredet sztoriból, és mivel hogy a több pókember van a filmben, ezért mind az összes pókembernek megismerjük az eredet történetét, és mikor már 5. eredet történet megy, akkor már érezzük, hogy bizony ez egy nagyon jó kis fricska ennek az egész szuperhős műfajnak. És úgy fricska, hogy közben nem neveti ki ezt. Tehát, hogy nem paródiát csinál bele, hanem megmosolyogja, és együtt nevetünk a filmmel. Ez egy nagyon nagy erény, és ami még igen fontos, hogy nagy szíve van a filmnek, hogy nagyon szerethető ez a főhős, aki pókember lesz, és akit egy másik pókember vezet bele a pókemberségbe, hangozzon ez akármilyen idiótán. Ez egy nagyon szerethető főhős, egy iskolás srác. Először még nincs is olyan nagy drámája a dolognak, később azért ez is kifor benne, hogy miért lesz pókember, megtudjuk, és a film végére megszeretjük. Bár összes többi szereplőt, itt nagyon színészi alakításokról nem tudunk beszélni, valójában animátorok munkáját láthatjuk. A angolul persze van egy bizonyos hangok, de én szinkronnal láttam a filmet, így hogy én a magyar hangokról azt tudom mondani, hogy nagyon el vannak találva, az rendben van, de általában ezeknél a szuperhős filmeknél szerintem jó szokott lenni a magyar szinkron, de az animátorok viszont kegyetlen jó munkát végeztek, és lehet, hogy szerintem ez egy újranézős film amúgy, mert többször is érdemes megnézni, mert nagyon látványos, nagyon jól néz ki a vásznon.
ha szeretnénk egy kicsit a negatívumokra rátérni, akkor talán egyetlen nagy negatívum a filmnek az, hogy bár nagyon jól megoldják ezt az eredet történetet, ahogy a filmben kiparodizálják meg, viccelnek vele, de azért valójában mégiscsak egy eredet történetet kapunk, megint megtudjuk, hogy lesz a egyszerű iskolás fiúból egy szuperhős. Talán ez az egyetlen negatívum, meg hát ugye ez egy rajzfilm, ez egy animációs film, úgyhogy aki nem nyitott ilyen dolgokra, az fogja mondani, hogy hát nem ülök be egy másik filmre, de szerintem aki azért az egy picit nyitott, érdemes rá elmenni moziba mindenképp, mert nagyon szórakoztató, nagyon pörgő, és tényleg egy pici drámát is kapunk, és egy nagyon nagyon szerethető főhőst, és egy tényleg egy különleges filmet. Talán ilyet moziba. Láttunk már animációs filmet, de ilyen módon megcsinált animációs filmet talán még nem. Ebben az univerzumban beszélnek az állatok? Nehogy frászt kapjon tőlem! Úgyhogy ha ezt értékelnem kellene egy ötös skálán, akkor én mindenképp négyet adnék rá. Valójában az animáció az ötös. Mondom, az eredet történet az kicsit lehúz belle, hogy azért ez kicsit már uncsi, de egy négyest simán adnék, és azt hiszem, hogy érdemes is lesz újra megnézni, mert nagyon-nagyon érdekes ez a látványvilág. Úgyhogy én ezt bátran ajánlom nem mindenkinek, de aki valahogy rászedi magát, hogy beüljön egy két órás animációs filmre, az nem fog csalódni. Köszönjük szépen! Legközelebb találkozunk egy másik filmmel, vagy nem egy filmmel, hanem mondjuk egy más témával. Köszönjük szépen! Sziasztok!